Én nekem is itt a Suzuki-val szemben elsősége lett volna, azt nem adta meg neki a Suzuki. Kecskemét egyik legforgalmasabb kereszteződésében nem egyszerű eldönteni, kinek mikor van elsőbsége. Sokakat megtéveszthetnek a táblák is, a friss jogosítvánnyal rendelkezők és átutazók pedig nem biztos, hogy fel tudják mérni a kereszteződést. A fő probléma az, hogy nehezen értelmezhetőek a viszonyok. Ebben a kereszteződésben a kerékpáros úgy kell kezelnünk, mint aki a jobb kis szabálynak megfelelően kell, hogy viselkedjen. Van egy kerékpárút vége tábla, amiről nagyon fontos tudni egyébként, hogy elsőbség szabályozó szerepe nincsen. Tehát csak annyit jelez egyébként, hogy a kvázi biztonságos infrastruktúra szóval a kerékpáros számára véget ér. A kerékpárút vége tábla alatti baleset megelőző információ egyébként nem kiegészítő tábla a kreszben, csak ajánlás az önkormányzat és a rendőrség részéről. Az, hogy a biciklisnek le kell-e az átkeléshez szállnia, nincs szabályozva. Ebben jogértelmezési viták zajlanak, amelyek rendezése a jogalkotóra vár. A felleszállás a gyakorlatban a forgalom lassítását okozza. Egyébként ez egy jó példa arra, hogyha mennyire meg tudja lassítani, be tudja lassítani a közlekedését, hogy ezt a leszállást, felszállást gyakoroljuk. Az autósnak, ha város felől jön, elsőbséget kell biztosítani a kerékpáros számára, viszont a kerékpárosnak meg, ha a hetény felől érkező autós közeledik, az meg egy, azért abból a szempontból sajátos szituáció, hogy meg kialakul a jobbkéz szabálynak egy egyenrangú fázisa, amikor tulajdonképpen az udvariassági alapon tudjuk csak eldönteni. Ebben a kereszteződésben az egyik legérdekesebb, hogy a kerékpárosoknak viszont mindig elsőbségük van a Mária-hegyi út felől érkezőkkel szemben, mivel az egy alsóbbrendű út. Itt a legrosszabb helyzetben a gyalogosok vannak, nekik csak a kanyarodó autókkal szemben van elsőbségük, mivel nem gyalog átkelő helyről van szó. Nagyon gyakran azonban inkább az udvariasság dönt a kereszteződésben. A szakemberek szerint azonban a legfontosabb a közlekedési ismeretek oktatása lenne. A jelenlegi helyzet a jövőben egy körforgalom megépítésével oldódhat meg, ami egyszerre jelenthet megoldást az elsőbségi viszonyokra és a várhatóan megnövekedő forgalomra.